Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Máriás Mónika vagyok, az Óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola matematika tanára. Az előző órán a kub térfogatát kezdtük el tanulni, úgymond, a mai órán pedig ennek a gyakorlása következik. Nézzük, mit is tanultunk az előző órán. Valójában említettük, hogy a kub térfogata az fölírható, mint 1/3 alapterület szer magasság, de azt is mondtuk, hogy ez egy ugyanolyan magasságú és ugyanolyan alappal rendelkező henger térfogatának 1/3 is felírható. Az alapterülete az ugyebár egy kör területének felel meg, vagyis R négyzetszer pi, illetve ha ezt behelyettesítjük a térfogat képletébe, a bázis helyett, akkor valójában a térfogat képletünk 1/3 R négyzetszer pi szer H-ként írható fel. Nézzük rögtön a mai első feladatunkat. Hány liter víz fér egy kúp alakú edénybe, melynek magassága 30 cm, és alap átmérője 20 cm? Hát először is a pi-nek a megközelítő értékét adja meg a feladat, ami azt jelenti, hogy majd előbb-utóbb ennek a megközelítő értékét is helyettesítenünk kell, tehát megközelítő eredményt fogunk csak kapni. Mit jelent az, hogy hány liter víz fér ebbe a kubba? Mit keressünk? Valójában a térfogatát. Mekkora a kub magassága, azt ismerjük, 30 cm. Az alap átmérője, tehát ezt kis d betűvel jelöljük, az 20 cm. És említettük, hogy ez a hány liter víz fér, ez azt jelenti, hogy a térfogatát kell kiszámolnunk. Hát a térfogat képletéhez szükségünk van a sugárra. Ha tudjuk az alapnak az átmérőjét, akkor azt tudjuk, hogy a sugár kétszerese. Helyettesítünk, tehát 20 egyenlő 2-ször R-rel, vagyis az R az 20-nak a felével egyezik meg, ami 10 cm. Minden adatunk ismert ahhoz, hogy a térfogat képletével térfogatát kiszámoljuk, tehát térfogat egyenlő 1/3 r négyzet pi szer h, vagyis ha helyettesítünk, 1/3, hát 10-nek a négyzete a 100, pi szer a magasságunk az 30 cm. Rögtön egyszerűsítek, amint tudok, tehát a 3-at és a 30-at lehet 3-mal, egy marad, itt 10, vagyis a térfogatom 10-szer 100, vagyis 1000 pi köbcentiméter lenne. De hát emlékezzünk vissza, hogy mit kér tőlünk a feladat. Hány liter víz fér? Tehát nem köbcentiméterbe kell megadni a választ. Na, írjunk csak fel egy nagyon fontos összefüggést. Egy liter egy köbdecimétrnek felel meg. Úgyhogy valójában nekünk ezt a köbcentimétert át kéne alakítanunk köbdeciméterbe annak érdekében, hogy megkapjuk literben az eredményt. Hát valójában egy köbdeciméter 1000 köbcentiméternek felel meg, tehát valójában ez köbdeciméterbe átalakítva, ez csak pi köbdeciméter lenne. És mi tudjuk, hogy egy köbdeciméter egy liternek felel meg, tehát ez valójában pi liter lenne a válasz. De ne felejtsük el, hogy a feladat a pi megközelítő értékét adja meg, tehát akkor a térfogatunk megközelítőleg 3,14 liter lenne. És írjatok is választ, én nem írok, hogy az lenne a válasz, hogy 3,14 liter víz fér ebbe a kúp alakú edénybe, amelynek a magassága 30 cm, alapátmérője pedig 20 cm. Nézzük a második feladatunkat. A kúp alapjának sugara 7 cm, a tengelyes metszetének területe 168 négyzetcentiméter. Számítsd ki a térfogatát. Sugarunk, tehát az R 7 cm, tengelyes metszetének területe, ezt lehet T betűvel is jelölni, vagy TTM, ki hogy szeretné, 168 négyzetcentiméter. Keressük a térfogatát. Rajzolok kezdetnek egy kupot.
Mi lenne a tengelyes metszetünk? Hát az mondtuk, hogy a kúpot elmetszük egy olyan síkkal, amely tartalmazza a tengelyét, vagyis egy háromszöget fogunk kapni. Ez lenne a két alkotója, ez pedig a sugár kétszerese, vagyis az átmérője. És valójában itt egy háromszöget kaptunk, ez a tengelyes metszet, ami, mivel háromszög, minden háromszög területét ki tudjuk úgy számolni, hogy alapszor magasság per 2. Hát most az alapunk a 2R, szer a magasság az valójában a kúp magasságával egyezik meg, és ennek a fele. Hát rögtön egyszerűsítem is a ketteseket 2-vel. Tehát marad csak az, hogy a tengelyes metszetet megkaphatom, mint a sugár és a magasság szorzata. Helyettesítünk. 168 egyenlő 7-szer H-val, vagyis a H a 168-nak a hetedével egyezik meg, ami 24 cm lenne. Tehát megkaptuk a magasságunkat. Már csak a térfogatunk hiányzik, mivel nekem nincs sok helyem, ezért nem írom a képletet, mert itt a táblán megtaláljuk, rögtön helyettesítek a térfogat képletébe. 1/3 7-nek a négyzete az 49, pi-szer a magasság, ami 24. Rögtön egyszerűsítem a 3-at és a 24-et 3-mal. 3-ban a 3 egyszer van, meg 24-ben a 3 8-szor. Tehát a térfogatunk 392 pi köbcentiméter lenne. És meg is kaptuk a keresett térfogatunkat. Mielőtt nekikezdenék a harmadik feladatnak, egy kis helyet csinálok a táblán. Mit mond a harmadik feladat? Számítsd ki a kúp magasságát, ha térfogata 75 pi köbcentiméter, alapjának területe pedig 25 pi négyzetcentiméter. Térfogatot ugyebár V betűvel jelöljük, tehát az 75 pi köbcentiméter. Az alapjának területe az lenne a B, vagyis a bázisa, 25 pi négyzetcentiméter. Keressük a kúp magasságát. Hát valójában, ha a feladat megadja a térfogatot, akkor én rögtön a térfogat képlettel indulnék. De tudjuk, hogy a térfogata a kúpnak az 1/3 alapterület szer magasság. A térfogat helyett 75 pi-t helyettesítek, egyenlő 1/3 25 pi szer h-val. Hát az egyenletet tudom egyszerűsíteni 25-tel és pi-vel is. 3, miután osztottam 25 pi-vel, egyenlő 1/3 h-val, vagyis innen a h megkapható, mint 3-szor 3, vagyis a keresett kúpunk magassága 9 cm-nek felel meg. Meg is kaptuk. Nézzük a mai negyedik feladatunkat. A fából készült kúp sugara 4 cm, az alkotója 2 cm-rel hosszabb, mint a magassága. Számítsd ki ennek a kúpnak a tömegét, ha tudjuk, hogy a fa sűrűsége 8/10 gram per köbcentiméter. Hát nézzük először, mit ismerünk. A sugár, vagyis az R 4 cm. Az alkotó, tehát az S, 2 cm-rel hosszabb a magasságnál. Tehát a magasságot, ha megnövelem 2 cm-rel, akkor megkapom az alkotót. Számítsuk ki a tömegét, hogyha ismerjük a sűrűséget,
keressük a tömeget. Hát, ha már a feladat említ sűrűséget, akkor csak írjuk fel a sűrűség képletét, az ugyebár tömeg per térfogat, vagyis ha innen a tömeget keresem, az megkapható, mint a sűrűség és a térfogat szorzata. Sűrűséget ismerem, de a térfogatot nem, tehát előbb a térfogatot kéne kiszámolnom. Az R-t ismerem, de a H-t nem. De mivel az S a H függvényében van megadva, akkor fölírom Pitagorasz tételét a kúpra, csak lerajzolom, hogy honnan jön. Tehát erre fölírom Pitagorasz tételét, ahogy már mondtam is. Helyettesítünk, az S helyett H plusz 2-t írok, és nem felejtem el azt a zárójelet, mert nem csak a kettesre vonatkozik a négyzet, hanem az egész összegre. H az marad, mivel azt nem ismerem, az R-em viszont 4. Négyzetre emelünk, ezt binom négyzete szerint fogom négyzetre emelni, tehát H négyzet plusz 4H plusz 4 egyenlő H négyzet plusz 16. Az egyenlet mindkét oldalán megjelenik a H négyzet összeadandó, úgyhogy valójában kivonhatok az egyenlet jobb és bal oldalából H négyzetet, akkor 4H plusz 4 egyenlő 16-tal, vagyis ha kivonok 4-et, az 4H egyenlő 12-vel, úgymond osztom az egyenletet 4-jel, ami azt eredményezi, hogy a magasságunk 3 cm lesz. Ahhoz, hogy a térfogatot kiszámoljam, elég a sugár és a magasság, tehát úgymond az alkotóra per pill nincs szükségem, de ha valaki behelyettesíteni, 3 plusz 2 az 5, tehát az alkotónk 5 cm lenne. Tehát a térfogata a kupnak, ahogy már mondtam, az 1/3 R négyzet pi szer H, vagyis ha helyettesítek, az 1/3 négynek a négyzete 16, pi szer 3, rögtön a hármasokat egyszerűsítem 3-mal, tehát a térfogatra az marad, hogy 16 pi köbcentiméter. Megkaptuk a keresett térfogatunkat, de hát ne felejtsük el, hogy a feladat a tömegét keresi, tehát mondtuk, hogy a tömeg megkapható, mint a sűrűség és a térfogat szorzata, úgyhogy ide helyettesítünk. 8 tized szorozva 16 pi-vel, na most a pi-t ugyebár pi megközelítő értékével dolgozunk, ami 3,14, de közben ha 8 tizedet megszorzom 16-tal, az 12,8 tized pi, vagyis szor 3,14 század, és hogy most ne veszem az időt azzal, hogy ezt kiszámolom, a keresett tömegünk 40,192 ezred gramnak felelne meg, hangsúlyozom, csak megközelítő értéket kaptunk, mivel a pi nem pontos, hanem megközelítő értékével számoltam, tehát ennek a fából készült kupnak a tömege megközelítőleg 40,192 gramnak felel meg. Nézzük a mai ötödik feladatunkat, csak csinálok egy kis helyet. A kúp kiterített palástja egy 9 cm-es sugarú kör harmadát képezi. Számítsd ki a kúp térfogatát. Hát itt igyekeztem vázolni, hogy van egy kúpunk, és ha kiterítem a palástját, akkor ugyebár ezt nem jelöltem be, de ezek az alkotók lennének, mind a kettő ugyebár S lenne. Ez lenne az a 9 cm,
Mert ha ezt a kiterített palástot figyelem, ez valójában egy egész körnek a harmada lenne. Mivel az egész kör 360 fokos, akkor ez a középponti szög annak a harmada, vagyis 120 fokos, tehát azért is jelöltem be. Először is csak szeretném általánosságban egy összefüggést levezetni. Mi egyrészt tudjuk, csak átrajzolom először is ezt a kiterített palástot, így talán könnyebb lesz. Mondtuk, hogy ez a középponti szöge 120 fokos, ez lenne itt a körkerülete. Ez pedig az alkotó lenne, vagyis az S, viszont ha egy körnek a harmadaként tekintek rá, akkor ez lenne a kör sugara. Na most, ez mivel egyrészt a kub palástja, mi tudjuk, hogy a kub palástja az R-szer P-szer S-ként írható fel. Másrészt viszont tudjuk, hogy ez egy körnek valahanyad... Ez egy körcikk, úgymond, bocsánat, inkább így mondom, körcikk, ami egy bizonyos alfa középponti szöghöz tartozik. Hangsúlyozom, általánosságban vezetem le először, tehát nem a 120 fokos középponti szöggel dolgozunk, hanem az alfával. Mivel ez egy körcikk, ami az alfa középponti szöghöz tartozik, akkor ez kiszámolható így is, mint, hát a körcikk területe az ugyebár úgy szólna, hogy R négyzet pi-szer alfa per 360 fok, de vigyázzatok, ott az R annak a körnek a sugara. Nekünk most a sugarunk nem R, hanem S. Tehát S négyzet pi-szer alfa per 360 fok. Tudom egyszerűsíteni az egyenlet mindkét oldalát S-szer pi-vel, vagyis azt kapom, hogy R egyenlő S-szer alfa per 360 fok, vagyis ha S-sel egyszerűsítek, akkor azt kapom, hogy R per S egyenlő alfa per 360 fok. És ha ezt aránypár formájában felírom, akkor az R úgy aránylik az S-hez, mint alfa a 360 fokhoz. Ez egy nagyon fontos összefüggés, amivel valójában azt kaptuk meg, hogy a kúp sugara úgy aránylik az alkotóhoz, mint a palást középponti szöge, ami valójában egy körcik, annak a középponti szöge a 360 fokhoz. Ezt nem árt megjegyezni, ezzel sok időt spóroltok magatoknak. Tehát nézzük csak, a 9 cm-es sugarú kör harmadát képezi, tehát valójában az az S-ünk lenne a 9 cm, és a feladat a térfogatot keresi. Én rögtön behelyettesítem ide a 9 cm-t, és igaz, hogy az alfa direktben nincs megadva, de viszont tudjuk, hogy mennyi. Ahogy már mondtuk, mivel ez egy körnek a harmada, ez valójában 120 fok, úgyhogy ezt helyett rögtön 120 fokot helyettesítek, vagyis R úgy aránylik a 9-hez, mint 120 fok a 360 fokhoz. Innen kültagok szorzata egyenlő beltagok szorzatával, vagyis 360 fokszor R egyenlő 9-szer 120 fokkal. Csak is azért, hogy ne számoljam ki ezt a szorzatot, előbb kifejezem az R-t, így, hogy 9-szer 120 fok per 360 fok. Tudom egyszerűsíteni, bocsánat, a 120 fokot és a 360 fokot 120 fokkal, itt 1 lesz, itt pedig 3. És 9-et meg a 3-at is tudom, 3-mal, 9-ben a 3 háromszor van, meg 3-ban a 3 egyszer, úgyhogy valójában megkaptuk a sugarunkat, ami 3 cm. És valójában, hogyha itt 120 fok van, itt meg 360 fok, ez pedig 9, akkor valójában ez a harmada lesz, mivel ez az egész kör harmada volt, akkor a sugár is az alkotó harmada lesz, tehát valójában 9-nek a harmada 3, tehát ezt csak igyekeztem más módon elmagyarázni. Térfogathoz szükségünk van még a magasságra, hát ha ismerem az alkotót és a sugarat, akkor Pitagorasz tételét felírom a kúpra, akár itt is megtalálható az a derékszögű háromszög, tehát S négyzet egyenlő H négyzet plusz R négyzet, vagyis az S sem 9, 9-nek a négyzete 81, egyenlő H négyzet plusz 3-nak a négyzete 9. Innen a H négyzet felírható, mint 81 minusz 9, vagyis az 72 lenne,
Tehát a H az valójában a 72 gyökével egyezne meg. Tehát a 72-nek nincs egész számú gyöke, de viszont felírható két olyan tényező szorzataként, ahol az egyiknek ismerjük a gyökét, az egész számú gyökét. Tehát felírható, mint 36-nak a duplája. 36-nak a gyöke viszont 6, tehát ez 6 gyök 2 cm lenne a magasságunk, és írhatjuk rögtön a térfogat képletünket, hogy az 1 harmad szor R négyzet szer pi szer H, vagyis az 1 harmad szor 3-nak a négyzete 9, pi szer 6 gyök 2. Rögtön egyszerűsítem akár a 3-at meg a 9-et, vagy a 3-at meg a 6-ot is, mondjuk a 3-at meg a 9-et 3-mal, és azt kapom a térfogatra, hogy 18 gyök 2 pi köbcentiméter. És végezetül egy házi feladat. Egy pohár belseje egyenes kúp alakú, alapjának átmérője 3,6 cm, az alkotója 3 cm. Megközelítőleg mennyi gyümölcslé van a színig töltött pohárban. És ott megadja a feladat, hogy a pi megközelítő értékével dolgozzatok. Próbáljátok meg házi feladatra. Köszönöm szépen a figyelmet!